Jó estét kívánok! Szedke András vagyok, a mai este házigazdája, és bemutatom vendégeinket. Szalai Györgyi filmrendezővel már az előző filmen találkozhattak, Dárdai István filmrendező, és Himmel Márta, aki a most bemutatásra kerülő filmnek az egyik főszereplője. Most ez a film ugyanúgy, mint a bár nem teljesen ugyanúgy, de ezt majd elmondjátok, de azért hasonlóan, mint a Jutalomutazás, nem hivatásos színészekkel készült, hanem civil szereplőkkel, és azt hiszem, hogy itt ez több szempontból egy nagyon nagy kihívást jelentett, hiszen ez egy jóval hosszabb film, egy jóval bonyolultabb történet, talán azt is lehet mondani, hogy jóval bonyolultabb jellemek szerepelnek benne. És először azt kérdezném a két alkotótól, hogy magára a történetre hogyan találtatok rá, hiszen a filmnek az alcímében is szerepel az, hogy három nővér, tehát van egy ugye párhuzam a csehovi drámával. Innen indultatok, vagy pont fordítva egy egyéb történetet írtatok, és aztán elkezdett hasonlítani a három nővérre, hogy alakult a történet? Hát én csak picit bonyolultabban tudok válaszolni rá, nem egy fél mondatba, hogy tulajdonképpen olyan korba értünk, amikor a látványos drámák és a látványos szembeállások, vagy a látványos konfliktusok, azok nem nagyon léteztek. Azt mindenki érezte, hogy egy drámai korszakról van szó, és rengeteg olyan probléma van, ami nem látható, nem egyértelműen van a felszínen, és tulajdonképpen ez egy rokon vonás egy picit a Csehovval, ahol tulajdonképpen a drámák ott is eléggé úgy bomlanak ki, hogy közben a hétköznapi élet és a három nővérnek a különböző kapcsolatai, egyéb viszonylatok működnek. Tehát tulajdonképpen nem a három nővérből indultunk, hanem abból a valóságból, amit éltünk, és ehhez még hozzátartozik, hogy az akkori játékfilm az bizonyos értelemben elveszítette a valósághoz való megközelítési lehetőségét. Tulajdonképpen hát ugye a nagy magyar játékfilm vonulat, ami világhírű lett, az végül is a 60-as évekhez kötődik, és hát az előtte lévő előzményekhez. A 70-es években egy picit a film művészet nem találta a fogódzót azon a helyzeten, amiben éltünk. Részben ez magyarázza, hogy civil szereplőkkel kezdtünk dolgozni. Ez már az előző filmben is így volt, mert úgy éreztük, hogy bele kell menjünk abba a valóságba, amiben a normális emberek élnek, és meg kell keresni, és meg kell mutatni, és elemezni kell, hogy tulajdonképpen hol is tetten érhető az a dráma, amiben egyértelmű volt, hogy élünk. De látszódni nem igazán látszódott. Nem akarom ezt mélyebben kifejteni, mert ez egy bonyolult dolog, mert ugye akkor persze a különböző pontokon, hát különösen a Kádár korszak előtti időkben ott ezek a konfliktusok és drámák azok egyértelműen a felszínre törtek. Ez inkább a Kádár korszak elejére, közepére tehető. Na most ezért ezzel magyarázható a film hossza is, tudnilik, ha két ember szemben áll egymással, vagy két különböző szekértábor, vagy hogyha a hadi
példát hozunk, akkor egy háború van, és utána egyik fél, másik fél, ott elég egyszerű megtalálni azt a drámai mozzanatot, meg azokat a drámai figurákat, akik vezetik a hadsereget, vagy akik besúgunk, stb., hogy az nem egy nehéz feladat. Nehéz feladat filmre, vászonra vinni úgy, hogy önöknek az élményt jelentsen aztán, de nem különösebben nehéz dramaturgiailag meg. Ez a korszak, ez nagyon nehéz volt abból a szempontból, hogy meg lehessen közelíteni, hogy hol is vannak az igazi problémák, és hol vannak azok a motivumok, amik az életet végül is elsilányítják, nem teszik igazán kiteljesíthetővé, stb. Stb. Ez magyarázza a film hosszát, a jutalomutazás ugye az egy olyan film volt, nem tudom, hogy önök közül volt-e itt, aki ezt látta, amelyiknél egybeesett ez a kutatás, elemzés, a felszín alatt kerülgetés, azzal a játékfilm dramaturgiával, ami egy 90 perces filmnek a dramaturgiája, és ami sodró, lendületes. A filmregénybe ettől eltértünk, bár hogyha megismételjük a jutalomutazást, és nem a filmregényt csináljuk, biztos, hogy híresebb emberek lettünk volna, mert a jutalomutazás nagyon nagy siker övezte, de ez a filmregény, ez egy kísérlet volt részünkről, keresni a konfliktusokat, elemezni a különböző életsorsokat, helyzeteket, erre választottuk azt, hogy magyar család, ami hát egy kicsit szimbolikusan is neveztük el így a filmbe, hogy magyar család, hogy ez egy magyar család, akit mi bemutatunk, és az ő életüket fogják látni. Lehet, hogy ma ez szokatlan és kicsit túl részletezett, de én azt hiszem, hogy a drámát ma is lehet érzékelni, ami ott volt. Forgatókönyv az ebben az esetben úgy íródott, hogy nem volt konkrét történet. Sok egyéniségből, személyiségből, ismerettségből, meg a szereplő keresés közben is formáltuk tovább a forgatókönyvet, és itt átadom a szót a Szalai Györgynek. Bocs, egy kicsit hosszan beszélt. Csak egy dolgot röviden, hogy a jutalomutazásnál ott egy kész történet volt, azt azért sikerült olyan játékfilmes dramaturgiával megcsinálni, volt eleje, folytatás és vége. És vége, ahogy ezt az egyik másik filmünkben mondja el egy szereplő. A másik, hogy a filmregénynek a forgatókönyve az egy nagyon speciális iramány volt, egy elég vastag füzet, ami a szokásostól eltérően, ahol kép, hang, így szokott kinézni egy szabályos forgatókönyv, ennek volt egy középső sávja, és ez a középső sáv tartalmazta a lényeget. És az oda-vissza utalásokat időbe, meg kapcsolatokba, meg mindenbe. Na most, amikor leforgattuk a filmet, tulajdonképpen a kép és a hang az kicserélődött a szereplők révén és által. Ami megmaradt, az tulajdonképpen az a közepe, tehát amiről szó volt. És tulajdonképpen a film mögött inkább van egy szociológiai szerkezet, mint dramaturgia. Tehát, hogy lebontható arra, hogy ezek a lányok, miután három teljesen különböző karakter, ezért három különböző élettérbe mozognak. Viszont a viszonyuk egymáshoz, családhoz, munkához, szerelemhez, politikához, bármihez, az mindegyiknek a sajátja, és akkor
ebből a háromból adódik össze, talán valami teljesség arról a korszakról, amiről beszélni próbáltunk, és én már a jutalomutazás kapcsán megemlítettem, hogy az volt a döbbenetes, hogy hát ez 1976-ban készült ez a film. Hát ennek is egy évig tartott az elfogadása, mert nem akartak beletörődni, hogy legyen egy 4,5 órás film, de aztán boldogan beletörődtek, és a nézők azonnal rátaláltak. És a 4,5 órát hónapokon keresztül teltházzal mindig végignézték. Tehát valahogy rátaláltak saját magukra. Reméljük itt is rátalálnak. Márta, az előző alkalommal Györgyi elmondta, hogy ők hogyan kerestek szereplőt. Most mesélj el nekünk, hogy a másik oldalról ez hogyan nézett ki. Magát hogyan találták meg? És hogyan győzték meg, hogy itten magának szerepelnie kell? Nekem már most megérte eljönni ide, mert 37 évvel ezelőtt forgattuk a filmet, és most kaptam választ azokra a kérdéseimre, amikre 37 év óta nem. Egyszer kiloptam a forgatókönyvet, mindegy, két oldalt elolvastam belőle, nem tudom, hogy ezt tudják-e, vagy most árulom csak el. Annyira akartam tudni, hogy mi ez, amit csinálunk, hogy mi lesz ennek a vége, mert... De most így előre szaladtam, mert ez már a forgatás, tehát hogy találtak meg. Mentem a közgázon, egyetemista voltam annak idején, 20 éves voltam, nagyon rossz paszba voltam, egy hatalmas herpesz volt a számon, valami magánéleti válság, 20 évesen valami nagyon komoly, elkeseredve meg minden, és akkor valaki azt mondta, hogy menjek be próbafelvételre, és nem értettem, miért pont én, tehát, hogy itt szomorú is vagyok, meg csúnya is vagyok, tehát, hogy most nem, mit akarnak, mit láttak meg bennem, és a barátnőmmel együtt mentünk be, különböző szituációkat kellett megoldanunk kettesben úgy, hogy ment egy kamera, mint most is, és azt tudom, hogy egy feladatot nem tudtam megoldani, nem is akartam megoldani, az volt a feladat, ti biztos emlékeztek rá, vagy nem tudom. Tehát az volt a feladat, hogy egy nagy gyűlésen vagyok, és kiabálnom kell, és meg kell győznem a tömegeket valamiről, és azt mondtam, hogy én nem kiabálok, és nem akarok senkit semmiről meggyőzni. Úgyhogy majdnem biztos voltam benne, hogy előtte két feladatot hiába vettünk, úgy, ahogy sikeresen a barátnő, mert tuti nem engem fognak kiválasztani, hát hiszen egy feladat teljesítését megtagadtam. Aztán így meglepődtem, mikor egyszer jött egy távirat, hogy akkor tehát kiválasztottak, és másnap reggel 6-ra jön értem egy taxi, és kezdődik a forgatás. Hát 37 éve volt, sajnos nekem túl jó a memóriám. Én elmondom, hogy találtuk meg a Mártát. A következő volt, hogy tényleg a közgázon csináltunk próbafelvételeket, és akkor jöttek bölcsészkarról, meg mindenhonnan. És ilyen nagy teremben voltunk, és egyszer csak az ajtóban megjelent a Márta, hát nem tudtuk akkor, hogy ő ki, a barátnőjével együtt, és egy darabig ott átsorogtak, és nézték a próbafelvételt, mert hát nem volt ez olyan zárt, hát bejöhettek nyugodtan. És egy ponton úgy tűnt, hogy talán megunták, vagy dolguk van, és elindultak kimenni, és akkor a Hugo, aki egyébként a Dárdai, ő szólt, hogy ő jöjjön vissza, a Márta. És ezt nem tudom, hogy elfelejtetted, tehát tulajdonképpen egy ilyen véletlenszerűség volt az egészben. És akkor, amikor a barátnőddel együtt csináltuk a próbafelvételt, akkor a mi számunkra akkor nyilvánvaló volt, hogy megtaláltuk a középső lányt szereplőnek. Én szerintem a memóriámmal nincsen semmi baj, mert én tényleg úgy éltem meg, hogy a folyosón valaki leszólított, mert az, hogy ott mi kukucskáltunk abba a próbaterembe, az azért volt, mert én néptáncoltam, és oda mentem megnézni, hogy mikor lesz aznap próba. És azt láttam, hogy nem a táncosok vannak ott, hanem ilyen kiruzsozott, lakoskör, milyen nem tudom én, tehát, hogy valamilyen próbafelvétel zajlik,
És amikor a Mátis Lilla a folyosón végül is elkapott, tuti biztos voltam benne, hogy nem én leszek az, a tövig rágott körmöm, meg a nem tudom én, tehát hogy úgy tűnt, hogy én nem illek abba a képbe bele sehogy se. Jó, hát az emlékei mindenkinek a sajátjai, nincsen nagy probléma. Szerintem. Jó, hát azt hiszem, hogy akkor elkezdenénk a filmet. A filmet két részben vetítjük, és a két rész egyenként körülbelül 2 óra. Közte lesz egy 10 perces szünet, hogy egy kicsit levegőt vehessünk. És aki annyira türelmes, vagy akinek annyira tetszett, vagy akit annyira fölbosszantott a film, utána is itt leszünk, és néhány állunk rendelkezésre, kérdésekre és beszélgetésre. Köszönjük szépen!